8-assal Nadina Nicsó, Petre, Sofia. Gyergyó másik kapus, amiközben megérkezik az első lövés és egy szép védés. Az első sorban 2-essel Bálint Regina, 3-as Ádám Ágnes, 6-os Szekeres Edit, 10-essel Máté Blanka, 34-essel pedig Bende Julia, ez a Gyergyó első sora. A másodikban Barbul Joana, Szörbu Klára, Farkas Fanni, 7-essel Csergő Noémi a csapatkapitány, illetve 61-essel Balázs Henrietta. A harmadik sorban pedig Farkas Beáta, egyet Fanni, Farkas Gyopárka, Romfeld Medea Tesz, Platon Benedek Petra, illetve Szopos Katalin az egyetlen nevezett a negyedik sorba. Meg is érkezett tehát az első helyzet, már is egy gyergyói lehetőséget láttunk. Szépen sikerül ott körbe kerülni a kaput. Mások, hogy ki tud-e dolgozni még egy helyzetet a gyergyói csapat. Egyelőre jól tartják meg a gyergyói lányok a korongot az ellenfél harmadában. Pedig oda csíptetik egyelőre. Nem jön a játékvezető is. Itt nagyon szokatlan egyébként ez a csend. Itt a gyergyói jégpályán, ugye nem ehhez vagyunk szokva. Ábra is marad a 0-0-ás eredmény. Ha a történelmet nézzük, akkor sikeresebbnek mondható mindenféle téren. A nő csíkszeredai női jégkorongcsapat, ugye 1999-ben alapítottak női jégkorongcsapatot. A megyeszékhelyen 2000-ben pedig már bajnoki címet ünnepeltek. A Gyergyó az első bajnoki címet 2003-ban ünnepelte annak a csapatnak. Tagja volt egyébként ma a sportklubnál 22-essel jégen lévő Lackó Szabó Zsuzsanna, illetve a negyedik sorban helyet kapó Szopos Katalin is. Ha helyesek az információim, ha mégsem, akkor elnézést kérek. Szép korongbehozatal megint. Ezt még sikerül bent tartani. Na lássuk, lesz egy csíki ellentámadás. Egyébként eléggé elhanyagolódott az elmúlt két évben a női jégkorong csapat csíkban. Aztán az elmúlt nyáron sikerült újjáépíteni olyan szinten, hogy most ismét pontos mérkőzésen szerepelnek a kék-fehér lányok. Hamarosan pontos információkat is mondunk erről. Gergő Noémia, gyergyóiak csapatkapitánya, szlalomozott ott egy picit. Gergyói cserepadról is megkapta a biztatást, ez a passz az ellenfél háta mögé ment, így nem sikerült átvenni. Farkas Fanni ütötte tovább. És majdnem egy újabb lehetőség bontakozik ki. De ez most nem sikerül a hazai csapatnak. Ez pedig egy újabb, nem túl sikeres indítás, tilos felszabadítást fognak fújni a játékvezetők. Minden megy vissza a csíki kapuhoz. Ahogy mondtam, a csíkszeredai együttes 1999 nyarán alakult. 2018-ig pedig 16-szor ünnepeltek bajnoki címet a csíki lányok. Kontinentális kupákon is többször képviselték Romániát, szép eredményeket szerezve. Játékosaik
folyamatosan tagjai voltak a román válogatottnak, mint ahogy ugyonnan a gyergyói lányok is. Lányok közül is sokan behívót kapnak a nemzeti csapatba. És ez a fellángolás, ami az elmúlt nyáron indult, ez főképp Varga András edzőnek, illetve Gábor Félix csapatmenedzsernek volt köszönhető. Ők adtak egy új esélyt a csíki női jégkorongnak, és Gábor Félix azt mondta, hogy abszolút az volt a cél, hogy már az első szezonban sikerüljön a döntőbe jutni, és nagy örömökre ez össze is jött. Úgyhogy ha papírformát nézzük, akkor esélyesebbnek mondható egy erdélyi csapat. De az biztos, hogy jó mérkőzések lesznek, megint egy lövési kísérlet. Jobb lövés, az elmegy keresztbe a kapu előtt. Az éles Máté Blanka volt bent. Sportklub harmadában ezért volt a bírói síp. Előre sikertelen koron kihozatal. Sok lesz egy csíki lehetőség, még nem volt ezen a mérkőzésen. Kértek volna egy kiállítást a szeredai padról, ez ott megpattan, majd visszaszerzi a Fox. És most harsan a játékvezetői síp. És egy kiállítás. Bálint Regina kap 2 percet. És az első emberelőnyös szituáció mérkőzésen a csíki lányoknál azonnal felszabadít a hazai együttes. És egy újabb roham emberelőnyben a Csíkszeredánál. Gyergyói padra pattan ki ez a korong. Tehát amint mondtam, a Csíkszeredánál egyelőre 2 személyes a stáb, de reménykednek abban, hogy amit elindítottak, az gyümölcsözni fog, és hamarosan magasabb szinten játszhat a csapat. Egy szép védés azóttal a hazai kapunál, egyet veszélyeztettek a vendégek, nagyon sok van még szeredai emberelőnyből. Belőtt korongot most ismételtem. A kapuska parintja meg. Lackó Szabó Zsuzsánna tette rá fonákkal. Ő egyébként, amint mondtam, a Fox együttesétől igazoltát Csíkszeredába. És vitte magával mindazt a rutint, amivel rendelkezik. Nem fújják le a játékvezetők. Kó Andrea tenyerelt rá a korongra, majd tette tovább a csapattársainak. Érdekes az, hogy a Csíkszered a cserekapus Abosztán Joana, ő csatárként kezdte a szezont. A két csapat elmúlt mérkőzésén még a mezőnyben játszott, aztán úgy döntött,
ez a kettő személyes stáb, hogy jobb, hogyha kapuba áll Bosztán Joana. A mondásuk szerint mindenképp hasznos a csapat számára, ez ügyesen védi a próbálkozásokat egyelőre, mint mondtam, most ő sportklub cserekapusa ezen a mérkőzésen. Sikerül felszabadítani, Gyergyói szempontból ez a legfontosabb. Közben volt még egy kiállítás, Bende Júliát is kiállította a játékvezető. 10 másodpercig még kettős emberelőnyben a sportklub. Ugye nem olyan régen volt az Erste Ligában székelyrangadó, most pedig a lányok néznek szembe egymással. Hát egy dolog biztos, annyira nem lesz durva mérkőzés, mint a GHK, illetve a sportklub legutóbbi találkozója a Vákárból. Sőt, sem ennyire nem lesz durva. Csergő Noémi. Jó lövés volt, a Gyergyó ember hátrányban is veszélyeztetett. Újabb korongbehozatal. Önök is látják, továbbra is 0-0 az eredmény. Majdnem megvan az első gól, de ez várat magára. Ember hátrányban veszélyeztetett a Fox. 40 másodperc van még a szeredai emberelőnyből. Újabb gyergyói próbálkozás. Látok egyébként sportklubos mezeket is a lelátón. És egy helyzet! Na, hol van a korong? Az eddigi legnagyobb lehetősége a sportklubnak. Nagyon-nagyon közel volt a vendégcsapat, hogy megszerezze a vezetést. 11 másodpercig még emberelőnyben. A szereda, akkor jön majd vissza Bende Júlia. Korong megvan, Vitos, Onodi. Na, szépen kezdtek adogatni, lassan a lövőhelyzet is megérkezhet. Meg is érkezik, sőt a lövés is ezzel együtt. Ügyesen csinálták most a vendégek. Lackó Szabó. Vitoshoz passzol. Pescu Magdolna az egyik legtapasztaltabb ő is a szeredai mezőnyből. Előtte a legtöbb gólt a román válogatottban, és tartja is ezt a szintet. Na, ez egy komoly lehetőség lehet. Nem pattan be. Jó reflexe volt most Nicsunak. Egy pillanatra senki nem tudta, hogy hol van a korong. Most már a gyergyói csapatnál. De megint veszélyt teremtettek a csíki lányok. Eltelt 10 perc az első harmadból. Igazi rangadó, továbbra is 0-0. Csergő. Sikerülnek a passzok, de nagyon higgadtan próbáltak kihozni a sportklub. Szép csel, még egy. Jött volna is be középre a korong. Urus Zsanett figyelt a kapu előtt.
a koron kijött. És egy indítási kísérlet. Nagyon szép volt ez a passz, de egyelőre létszámfölényben voltak a narancs-fekete mezesek. Lássuk ezt a gyergyói akciót. Szép visszatett korong. És Kurkó véd megint. ...8-17 van hátra az első harmadból. Buli pedig a szeredai harmadban lesz. Jobb lövés, ez ezúttal mellé megy. Lackó Szabó. Elveszik most tőle. Kicsit meg is gyötörték. Kiállítás. Páros lesz. Lesz itt egy fegyelmi büntetés is. Benne Júlia. 2 perc bottalütés és 2 perc sportszerűtlen magatartásért. A vendégektől Lackó Szabó Zsuzsánna ült le. Létszám az egyenlő lesz értelemszerűen. De ez így a Gyergyónál egy 2+2. Hangulatban zajlik a döntő, így is fogalmazhatnánk. Megint egy szeredai korongszerzés és egy jó korong kihozatal. György Csilla. Kori-kori kiáltják a szeredai kispadról. Egyelőre Kori most a másik oldalon van, mert próbált ellentámadást véghez vinni a Gyergyó. Más kérdés, ügyesen állták ennek az útját a vendégek. Kis kavarodás, 7 perc van még az első harmadból. Ádám hozza be. Ádám Ágnes. Na lássuk a csíki támadást. Popescu felé a korong. Tette volna visszafonákkal, de nem jött a csapattárs. De továbbra is 0-0 az eredmény. Ez egy picit gáncsolás gyanús volt, de lemarad a játékvezető keze. Bent tartja a sportklub. Lövési kísérlet, ami mellé megy. Sergő. Kurkónak kell védenie, van kipattanó is, mellé megy. Komoly gyergyói lehetőség maradt ki.
marad a Foxnál. Bálint Regina vitte be. Egy lövés, éles szögből. Ezt is védi Kurko André, ő is tagja egyébként a román válogatottnak. Gyergyói kaputőrző Nadina Nicsuval egyetemben. Buli megint csak a szeredai harmadban lesz. Hozzák a csíkiak. Bálint. Szépen hozza ki nagy sebességgel. Balázs. Céltéveszt a lövés, de bennmarad a harmadban a korong. 5 perc van még egyébként az első 20 percből. Többnyire gyergyói dominanciával, de továbbra is egy gól nélküli döntetlennel zajlik itt a döntő első mérkőzése, most pedig egy ellentámadás, lássuk, adnak-e munkát a gyergyói kapusnak. Egyelőre nem. Ezzel pedig akár megint lehet menni. Egy csúszik, Kurko pedig fogja. Buli. Szeredai harmadban. Gólasz továbbra sincsen. Nem jön ki ez a korong. Farkas Gyopárka lőtte vissza. Máté. Megy vissza a passz Fonákkal, eddig jó. Folytatás viszont annyira nem. Szép védekezés. Picit, mint a csapatok is itt a harmad vége felé kezdenének fáradni. Nincs meg a lövési kísérlet, de marad a sportklubnál néhány pillanatra. Három perc, 20 másodperc van még az első harmadból. Rangadót is rendeznek ma az Erste Ligában, miközben Lackó Szabó szerez korongot, nem engedték lőni. Ugye a Sportklub Ferencváros mérkőzés van ma 6:30-tól a Vákárban. Igyekszünk annak a mérkőzésnek is a eredményének az alakulásáról beszámolni itt a találkozó közben. 5 perc van még a kezdésig, holnap pedig a gyergyói HK fogadja a Ferencvárost. Itt a Gyergyó-Szent Miklósi jégpályán. Ez egy kiállítás vendégoldalon. Elszámolja magát a sportklub. Hatan voltak a jégen. Gyergyói emberelőny következik. Ravasz Márta kiállított, ő egyébként a BHC csatárának, Ravasz Csanádnak a kis húga. Már az érdekességeknél tartunk. Ádám. Vannak itt, van itt azért több rokoni kapcsolat, néhány női hokis, illetve felnőtt férfi jégkorongozó között.
sikerült bent tartani, ugye bajjal, de igen. Kapu előtt egyelőre nem sokan ólálkodnak, pedig az a legfontosabb. Máté Blanka lövi el, megpattan. Nincsen gól, de van egy helyzet ebben a gyergyói előnyben. Újabb lövő helyzet. Nagyon szép védés. Kurko Andrea jelzi, hogy fejen találja a korong. Ugye ilyenkor azonnal jelezni szokták a kapusok, a játékvezető pedig köteles lefújni. Semmi komoly, de tényleg ilyenkor fő az elővigyázatosság. Hallatszódott is, hogy csattant egyébként. Egy kis segítség. Hajpántal. Megvan. Egy perc, kettő másodperc még a gyergyói ember előnyből. Megtartja a korongot a Fox. Újabb lövőhelyzet. Nagyon szépen védekeznek egyébként, mindenképp ki kell emelni, hogy nagyon szépen ügyesen védekezik a sportklub. Nem sok lövőhelyzet adódik a gyergyói lányoknak egyelőre. Újabb lövés jött volna kapásból, és egy felszabadítás, sőt, van erő egy kontrára is. Most a sötét mezes hazai együttes zárt össze jól a védekezésnél. Nem sokára el fog kezdődni az első harmad utolsó egy perce. Gyergyói harmadban lesz a buli. 14 másodpercig van még előnyben a Fox. Bedobás. Ki fog egészülni hamarosan a sportklub. A Ravasz jön vissza. Megtartja a gyergyó. Csergő. Az egyik legtechnikásabb játékosa most már a gyergyói csapatnak, ugye többen távoztak. Fox együttesétől elég fontos játékosok. Megint Kurkó véd. Többek között a fehér lányok, Nikolett és Orsolya távozása jelent komoly hátrányt a gyergyói csapatnak. Ugye a román bajnokságban nem erősíti a csapatot, Anna Vojku, a bukaresti Sportul Studencesk játékosa már egyébként. Van még 17 másodperc itt az első harmadból. Hogyha vannak olyan játékosok, akik már nem erősítik egyik másik csapatot. Csergő, 3 másodperc, ennyi volt. 20 perc után gól nélküli döntetlennel állunk itt a bajnoki döntő első mérkőzésének első harmadában. Nem láttunk gólt, helyzetet viszont többet, inkább gyergyói oldalon. Úgy, ahogy mindenhol lenni szokott, jön egy kis szünet, aztán a második harmad.
sokára elkezdődik a második harmad. A Fox Hockey Gyergyó, illetve a Sportklub Csíkszered a mérkőzésen a román bajnoki döntő első találkozóján. Gól nélküli döntetlenre állnak a lányok így 20 perc után. Több helyzete volt a Foxnak. Viszont egyik oldalon sem sikerült betalálni. Lássuk, hogy ez a második harmad milyen játékot hoz majd. Sokat beszéltünk az első harmadban a múltról, a két csapat történetéről, illetve arról a projektről, amely újraindult Csíkszeredában, mint ahogy a Fox létrejöttével Gyergyóban is újraindult. A sikeres időszakot követően elhangzott egy hajrá Szereda a lelátóról. Így rögtön a kezdésnél meg is köszönték a csíki lányok a kispadról, és rögtön egy védés Kukó Andreának kell közbelépnie a gyergyói próbálkozásnál. Kettős ember előnyben is volt a Sportklub az első harmadban. Igazán sikerült élni a lehetőséggel Bálint lő. Érdekesen pattantott meg a korong. Visszaszerzi a Gyergyó, na lássuk itt egy kontra lehetőség. Remélem nem verem szét a berendezést itt közben. Szekeres. Fonákkal a lövés, és megint csak Kurkó. Szeredai harmadban lesz a bedobás. Ismét egy helyzet. Továbbra is energikusan játszanak a gyergyói lányok. Na lássuk itt a lehetőséget. Lackó Szabó tovább, nem látta a csapattársa korongot. Egyébként jó volt a passz, ez már annyira nem. Sokkal többet ígért a szituáció, mint amit végül sikerült kihozni belőle. Viszont a gyergyói helyzeteket most csíki lehetőségek követik. Uros. A jobb szeredai korongszerzés, ezt most már kihozzák a harmadból. Tilos felszabadítás. 2 perccel is telt a második harmadból. És már is mindkét kapu előtt láttunk helyzeteket, ez mindenképp jó. Bízunk benne, hogy lassan a gólok is megérkeznek. Egy lövési kísérlet, lepattan, és egy újabb tilos felszabadítás lesz. Őszintén megvalva olyan nagy melegünk nincsen a gyergyói jégpályán. Bálint. Vitos. Megint Bálint. Fonákkal a hátvédtársnak. Szépen építkezik most a Fox. Bent tartják a gyergyóiak, csergő esik el. Bálint. És jó volt a védekezés.
pedig így megint tilos lesz. Igen, eléggé későn jött a síp, gondolom várta a játékvezető, hogy gyorsabban elírja a korongot a szeredai lány. Hogy másután három tilost is be kell fújniuk a bíróknak. Bálint nagyon sok korongot kap. Gyanítási kíséret Szekeres felé. Szép cselek itt. Bálinté ez a korong. Lackó Szabó megy ezért a korongért. Ugye természetesen nem látunk ütközéseket, a szabályok teljes mértékben tiltják ezt a női jégkorongban, nem véletlenül. Nagy helyzet, nem sikerült behúzni, a második harmad legnagyobb sportklubos lehetősége adódott. Visszakerül a kékfehérekhez. Ugye szót ejtettünk már a gyergyói, a csíki szakvezetésről, a gyergyói csapat vezetőedzője Barabás László. Ugye annak idején a gyergyói progimot, majd később a GHK-t is erősítette. Utal a gyergyói utánpótlásnál, illetve a lány csapatnál vállal edzői feladatokat. Kiegyenlítettebb itt a második harmad, mint az első volt. Az elsőben talán jobban tudott dominálni a hazai csapat. És egy újabb sportklubos korongszerzés, egy indítás. Szosszú. És tilos felszabadítás megint. Popescu Magdolna reklamált a játékvezetőnél. Öt perc telt el. Második harmadból. Les. Bizony-bizony les helyzet. Az első harmad 11. percében a Ferencváros 1-0-ra vezet a sportklub otthonában. Rassó DVTK első harmad végén 0-0. Ezen kívül még kettő mérkőzést rendeznek ma az Erste Ligában, Deac Dab, illetve Feha Biéa. Mérkőzések vannak ma soron. Holnap három mérkőzés lesz az Erste Ligában. Közben itt egy gyergyói lehetőség, és Kurko Andrea állítja meg a korongot. Dab Debrecen, Brassó Újpest, illetve gyergyói HK Ferencváros találkozók lesznek. Március 2-án, azaz holnap. Ez akár egy 2-1-ben lehet a Csíkszeredánál. Bejön középre. Szekeres szerzi vissza. Popescu Magdolna próbálta megállítani ezt a korongot. Bálint. Jól viszi körbe. És kiállítás. Gyergyói oldalon. Nem. Gyergyói emberelőny lesz.
Leckó Szabó Zsuzsánna másodszor a büntetőpadon. A lövési kísérlet. Máté Blanka kapja a korongot, majd tesz is azonnal tovább. Megint lövőhelyzet. Próbálják kijátszani a hazaiak. Újott lepottyant valaki, de fel is pattant, úgyhogy jó, hogy nincsen sérülés belőle. Azt hittem a korong találta el Máté. Egyelőre megy a Tilitoli. Lövés annál kevesebb, de van idejük bőven a hazaiaknak. Szépen ki a szélére, jól játszották meg, nem sikerült azonnal betenni a kapu elé. És most tudják kiütni a vendégek. 1 perc és 7 másodperc van még. Leckó Szabó Zsuzsánna kiállításából. Egy eladott korongember előnyben. Szépen szerezték vissza, és jó cselek, lövés is van. Nem sikerül behúzni a rövidnél. Aztán rátenyerel Nadina Nicsu. Nagyon régóta, majdhogy nem a kezdetektől őrzi a gyergyói kaput. Ismét játék megszakítás. Hat másodperc múlva egészül ki a sportklub. Na, most már lehetne végezni a bedobást. El is lehet. Hú, milyen csend van. Egy kavarodásból Balázs halásza el a korongot. Szép csel. Akár létszámfölényt is csinálhatnak a gyergyóiak. Balázs viszi körbe. Jó volt a védekezés. Farkas. Farkas Fanni. Tizenöt másodperc múlva jár le a szeredai kiállítás. Nagyon szép, nem sikerült behúzni a rövidnél. Lackó Szabó jön vissza, és ment is volna azonnal ezért a korongér. Csergő! Tilos felszabadítás lesz. Lackó Szabó Zsuzsánna nagy lendülettel jött vissza. Jó, nem sérült bele ott abba a szituációba. Egyelőre egy kis megbeszélés ott a játékvezető, illetve a csíki lányok között. Ez így még mindig kevés. További 2 játékost várunk. Még egyet.
folytatódhat a találkozó. Bálint megint nagyon jó passzokat osztogat ki. Szekeres. Jó passz. Ez is. Ígéretes, Kurkóró kipattan, és nem sikerül ismételni. Egyelőre nem járnak túl Kurkó Andrea eszén a gyergyóiak. Kapott lövést bőséggel. Bende. Megint elindul egyedül egy szólóval. Bálint át a másik oldalra. Kurkó véd megint. Második harmad felénél továbbra is várunk a mérkőzés első góljára. Csergő. Ezt lefülelik. Lackó Szabó. Most már ütő nélkül. Vitte be. Bent tartja a gyergyó. Most visszaszerzi a sportklub. Azért voltak ennél már gólgazdagabb gyergyó szereda női összecsapások is. Látszik, hogy bajnoki döntőről van szó, egyáltalán nem kockáztat egyik csapat sem. Nagyon kimértek. Ravasz. Bent tartja a szereda. Szépen jár a korong. 8,5 perc még második harmadból. Szeredai korongszerzés nagyon szemfülesen kipattan a kapusról. Eltakarítják onnan. De szépen olvasta a lehetőséget a szeredai csapat. Bende viszi körbe, majd lövi körbe. Ez is szép. Mekkora lövés volt, ez felpattan. Kapu mögötti védőhálóra. Itt 49 van még a második harmadból. Újabb gyergyói korongszerzés. Érdekesen pattogott ott a korong. Ismét Kurkó figyelt oda. Micsó. Mindkét másik pályán szünet van, első harmad után Brassó DVTK 1-0.
Cornet góljával szerezte meg a vezetést. A brassói csapat Csíkszered a Ferencváros 0-1, 20 perc után Crespi volt a gólszerző a Vákárban. Bende. Bende Júlia várta társakat, marad a Gyergyónál, lövőhelyzet. Megint jó a védekezés, tehát erről beszéltem, amikor azt mondtam, hogy nagyon jól zárnak össze ott a kapu előtt a kék-fehérek. Látszik, hogy dolgozott ezzel a két személyes stáb a sportklubnál. Varga András edző, illetve Gábor Félix csapatmenedzser. Bent tartja a sportklub. Nagyon szép csel, Barbul viszi el, jön a segítség. Barbul lő gól, vezet a Fox. Megvan a találkozó első gólja, Barbul Joana. Nagyon szépen vitte el a korongot. Majd lőttű pontosan Kurkó Andrea kapujába. Itt van a szituáció. Megvan tehát a mérkőzés első gólja. 6-19-el a második harmad vége előtt. 1-0-ra vezet a Fox. Lássuk, hogyan reagál a vendégcsapat. Lackó Szabó tartja meg. Csergő. Visszalövik a gyergyói harmadba. Farkas. Vitos, felpattant talán a korong. Eltalálta a Csíkszered a játékosát, bízunk benne, hogy semmi komoly nem lesz. Aztán ott a gyergyói játékos is a jégen. Közben én azzal voltam elfoglalva, hogy sportklub csapatából Vitos Anna valahogy elhagyja a jeget, és igen, újabb Csíkszered a játékos, bocsánat, csak azt hittem hirtelen, hogy Gyergyói maradt len. Lackó Szabó. 5,5 perc még a második harmadból. Szép játék. Gól! Nagyon jól a kapu előtt. Jó helyzetben a hazaiak játékosa. És megvan a második. Hát úgy néz ki, hogy csak az elsőt kellett valahogy megszerezni. Hatossal Szekeres Edith kapja a korongot, és szép megoldás. 2-0-ra vezet a Fox most már. Bende vitte volna el. Újabb gyergyói korongszerzés. Most már nyilván felszabadultabban is játszik a hazai csapat a 2 gólos előny birtokában. Popescu ott hagyja.
azért látszódott ennél a megoldásnál is a rutin. Vitos vitte tovább. Nincsen les. 4,5 perc még. Szép játék. Mellé megy. De végig vitte a támadást a Fox. Ez is jó. Nem lesz tilos felszabadítás. Hát amilyen gólénység volt. Eddig a pillanatig már is egymás után 2 gólt is láttunk Barból Joana, illetve Szekeres Edit kivitelezésében. Bende viszi el a korongot. Bent tartják a gyergyóiak. Kerülős csel. Ott marad a korong. Ravasz. Jól vissza. Elszedik a házigazdák. Nincsen kapura lövés, de marad. Néhány más. Onodi Szabina. Gyergyói emberelőny. A 4-ben tehát. Majdnem meglett a korong. És ez sem jön ki. Máté Blanka tartja benn Barból. Ezt most már ki fogják ütni. Kezdődik az utolsó 2 perc a második harmadból. Szép játék. Ó, nagy lövés volt ez is Szekerestől. Ezúttal nem talált célt, ugye a gyergyói második gólt ő szerezte. Lövési kísérlet. Majdnem így lett jó, hogy ott nem sikerült az első szándékból kapura lőni. Még a második harmadból elég magabiztosnak tűnik a gyergyói előny. 2-0-ra vezet a Fox Hockey. Bálint. Bende.
fenntartja a Gyergyó. Az utolsó percen belül járunk a második harmadban. Ez egy kiállítás. Packó Szabó Zsuzsanna harmadszor, és ez most nem licit volt. Harmadszor jutott a kiállítás sorsára. Máté. 44 másodperc, Máté Blanka lő, kipattan a kapusról. Most van meg Kurko Andreának. Onodi Szabinát pedig visszaengedik. De emberhátrányban lesz a Csíkszereda továbbra is. Lackó Szabó Zsuzsanna kiállítása nyomán. Máté Blanka. Na lássuk ezt az emberelőnyt, 34 másodperc van még a második harmadból. Amennyiben nem születik gól ez idő alatt, akkor természetesen átmegy a harmadik harmad kezdetére ez a kiállítás, és nagyon úgy fest, hogy nem születik gól, fel tud szabadítani a Csíkszereda. Kettő gólt is láttunk, azt hiszem nem volt ez egy rossz harmad. Bende pedig nagyon jól kezdett a sportklub. Kiállítás ezúttal a Gyergyónál, elolvad az emberelőny. 7 másodperccel harmad vége előtt. Hát nem akart szabálytalankodni a gyergyói játékos, de ugye az esés közben sikerült lerántani az ellenfelet. Bende Júlia. 7 másodperc, egy esetleges korong elhozatallal még jöhet egy szeredai lövés itt a végén. A gyergyóiak hozzák el. Most nagyjából ennyi volt a második felvonás. Két harmad után fogsz aki Gyergyó. Sportklub Csíkszereda 2-0. Gólt is láttunk most már, de van még egy harmadik harmad, amely akár még izgalmakat is tartogathat, ezért is érdemes megnézni. Jövünk a szünet után.
2-0-ás gyergyói vezetésnél kezdődik a harmadik harmad. Fokszoki Gyergyó Sportklub Csíkszereda itt a román bajnoki döntő első mérkőzésén. Ja, holnap egymás ellen játszik ismét a két együttes a Csíkszeredában. És rögtön egy gyergyói helyzet itt az első percekben. Nem tudta bent tartani az most a Gyergyó. Na sok, hogy tudja növelni az előnyét a gyergyói csapat, avagy izgalmak is lesznek. Szép csel. Szeredai korongszerzés. Hú, ez veszélyes volt ott a kapu előtt azért. Majdnem megszületik a harmadik is. Egyelőre marad a 2-0. Védés mutatott be Kurkó Andrea. Onodi. Kiáltották a padról, hogy egyből adja Popescu. Adta is, csak ott most már három gyergyói van. Ez így 2 perc, igen. Marad a Foxnál Szekeres. És most fog érvénybe lépni a kiállítás. Vitos kap 2 percet. Azonnal ki is lövik a csíkiak. Barból. Újabb gyergyói. Roham Csergő hozza fel. Balázs követte az akciót. Barból. Fonákkal, de csak kékmezes van. Szép egyéni akció.
Nicsu. Egy perc, 10 másodpercig még emberelőnyben a Gyergyó. Ehhez képest ügyesen csinálja a Szereda, hisz a bedobás a gyergyói kapunál van. Egy jeles gyanús volt a szituáció, Máté. Máté, szép passz! És Kurkó véd. A Kurkó Andreán semmi nem múlott ezen a mérkőzésen. Szerzés a Foxnál. Bent tartják. Bálint. El a kadablokban. Próbálnak takarítani a csíkiak. El is talált ott valakit a korong. Máté. Be a kapu elé. 15 másodpercig van még emberelőnyben a Gyergyó, és most fogják tudni kiütni a csíkiak. Bálint. Új pont visszajött Vitos. Ráccal ütközik. Vitos helyzetben. Nem sikerül jóra a lövés. A részeredmények közben a többi pályáról, tehát természetesen az Erste Liga küzdelmeiről beszélek. Brassó DVTK a második harmad, 19. percében 2-0. Kornél gólya után Schaber is betalál. Csíkszered a Ferencváros továbbra is 0-1. Illetve van két mérkőzés, amely nemrég kezdődött. Helyzetben Vitos gól! Szépít a Csíkszereda, és izgalmas lesz a mérkőzés. Vitos Anna góljával. 2-1-re vezet most már csak a Gyergyó. Szépen kicentiszte. Ott a rést. Vitos Anna. Azért a Nicsut vigasztalják a társak, de hát nagyon ügyesen volt előve, nem sokat tehetett a gyergyói kapus. Itt van a helyzet. És a mérkőzés első szeredai gólja. Tehát azt akartam mondani, hogy két másik mérkőzés is kezdődött az Erste Ligában, de az Dab, illetve Feha BA. Ezeknél még 0-0 az eredmény, de hát egyik 6 perc, a másik pedig 9 perce kezdődött el. Mi találkozunk végéig, igyekszünk még részeredményeket mondani. Ezen a pályán is mérkőzést rendeznek holnap. Gyergyói HK a Ferencvárost fogadja, és jót tett a gól a Szeredának, mert rögtön itt lehetett volna egy második lehetőség. Gyergyói kontra. Azt is mondhatjuk, hogy jót tett a mérkőzésnek a szeredai gól. És megvan a harmadik gyergyói találat. Rögtön góllal válaszol a Fox. Ahogy mondani szokták, jókor, jó helyen. Hirtelen most még nem tudom, hogy ki volt az, aki belőtted. Lehet, hogy megint szekeresed itt hatossal. Nézzük meg a lassítást.
Itt van a szituáció, és a kipattanót igen. Közben ez már az élő kép. 3-1-re vezet tehát a Gyergyó, rögtön két gólt is látunk itt a harmadik harmad kezdetén. Bálint nagyon sokszor találta meg a korong a Gyergyó kettesét. Máté Blanka vissza. Ismét Bálint Regina. Farkas. Farkas Fanni. Jó cselek. Lövés kiszorított helyzetből, védenie kellett bizony Kurkónak, és szépen csinálta Farkas Fanni. Akár meg is lephette volna a Csíkszered a kapusát, aki mondom még egyszer nagyon jól teljesített ezen a mérkőzésen a három bekapott gól ellenére. Bálint vissza. Csergő. Csergő Noémi. Elakad a blokkban. Hatalmas csapkodás. Adorján lőtte tovább. Kiállítás. Csergő Noémi kap 2 percet. Testreütésért. Csíkszeredai emberelőny, és lehetőség arra, hogy megint feljöjjön egyetlen góra a sportklub. Lackó Szabó. Szép cselek, Lackó Szabó. Ott már nem tudott átmenni. Nicsó. Gyergyói harmadban a buli, nem mert ezt játékba hozni most Nadina Nicsu. Inkább a biztosra ment. Másfél perc van még a gyergyói ember hátrányból. Lackó Szabó Zsuzsánna ismét. Be középre. Szép passz volt középre. Popescu nem tudta tovább tenni, és ember hátrányban jön a Gyergyó. Máté Blanka picit az ellenfél, picit a csapattárs háta mögé ment. De a Fog számára most az a legfontosabb, hogy minél hosszabb ideig itt tartsa a korongot az ellenfél harmadában, és ez egyelőre sikerül. Aztán le is támadnak Parabás László tanítványai. Máté. Jó kis lövés volt. 40 másodpercig van még emberelőnyben a sportklub. Most próbálnak felhozni egy támadást. De a kapu elé húha jött volna ott érkező. Sokkal veszélyesebb akció lett volna. 17 másodperc múlva egészül ki a Fox. Miután visszajött Csergő Noémi a büntetőpadról. Lövőhelyzet. Jön is a lövés, Nicsu. Ügyesen védett a lepkéssel. Közben Csíkszered a Ferencváros 0-2 növeli az előnyét Vákárban. Fodor Szabolcs csapata. Lemarad egy vendégjátékos, jól látom, Vitos.
Bízunk benne, hogy nem komoly a baj, elég sokan oda gyűltek. Őszintén megmondom, nem láttam, hogy mi történt, mert a játékkal voltam elfoglalva. Húha, valami nagyon-nagyon komoly a baj. Ezt a mindenit. Szintén megvallva nem láttam, hogy mi történt. Mert a korong már nem ott volt, amikor lemaradt. Csíkszered a játékosa. Vitos Annát láttam, de nem merem megerősíteni. És ezek azok a pillanatok, amikor teljesen mindegy, hogy ki játszik és mennyi az eredmény. Jó lenne tudni valamit. Itt van a szituáció. Van Vitos Anna. Nem ő. Nem tudom őszintén, hogy mi történt, és hogy... Ezt nem mondom, hogy mennyire komoly, mert az látszik, hogy mennyire komoly. Ajaj. Talán Lackó Szabó Zsuzsánnal sérült. Tényleg csak találgatunk. Van a szituáció. Ó, a korong találta el. És igen, Lackó Szabó Zsuzsánna a jégen. Egyelőre kényszerszünetünk van, de teljesen mindegy, mondom, hogy most mi van a mérkőzéssel, mert...
mert itt most nagyobb a baj. Vagy a korong, vagy itt egy palánkra lökés. Jó lenne valamit tudni, hogy mi történik a jégen. Most érkeznek meg a mentők. Hordágyra lesz szükség. Nagyon rossz ilyen képsorokat látni. Bármi is történt, mi hamarabbi felépülést kívánunk. És ezekben a pillanatokban tényleg teljesen mindegy volt, hogy épp milyen mérkőzésen vagyunk, vagy hogy épp mennyi az eredmény. Lássuk, hogy folytatódik-e, és hogy mikor folytatódik a mérkőzés.
Hát a találkozó folytatódni fog, ez nem kérdés. Tizenegy. 0-5. Több mint a harmad fele hátra van, 3-1-re vezet. A Fox. Elég hosszú kényszer szünetünk volt. Nackó Szabó Zsuzsanna súlyos sérülése miatt. Mégis ilyenkor ugye az ember abban bízik a leginkább, hogy mégsem annyira súlyos. Illetve majd a vizsgálatok ezt meg fogják mondani. Minden esetre lélegzett visszatartva néztük, hogy mi történik. Egyelőre itt egy tilos felszabadítás. Ádám lőtte tovább, mekkora gól! 4-1-re vezet a Gyergyó. Nagyon szép találat talán a mérkőzés eddigi legszebb gólja. Az bizony ott van. Vitas. Nincs uvéd a távoli lövésnél. Csergő. 10 perc még. A harmadik harmadból maga biztos előny birtokában. Fox Hockey. Vitas Anna. Nicsu megint. Gyergyói korongszerzés. És egy jó védekezés most a sportkluptól. Bálint. Ott hagyja. Újabb lövés. Máté volt közel, hogy visszaszerezze. Nem megtartja a Gyergyó, Szekeres. És a picikét eldugja most a korongot az ellenfél harmadában a Fox. Csíkszeredai korongszerzés, 12 perc telt el ebből a harmadik harmadból.
Közben részeredmények, harmadik harmad második percében Brassó DVTK továbbra is 2-0. Csíkszeredában szünet van, a Ferencváros 3-0-ra vezet a Sportklub ellen, illetve a Deac Dab, valamint a Feha B-ja találkozók. Az első szünetet követően 0-0 mindkettő. Ismét lemarad egy csíki játékos, kiállítás lesz a Foxnál. Emberelőnyben játszik majd a Sportklub. Farkas Gyopárka kap 2 percet. Szerzi a korongot a hazai csapat. És most jöhet egy kontrával a Sportklub. Mellé megy a lövés. Perc 7 másodperc van még a gyergyói emberelőnyből, Nicsu véd a távoli lövésnél megint. Újabb kísérlet, ezúttal Vitostól. Onodi. Barbullő. Na bocsánat, Bende Júlia. Perc. 40 másodperc még a harmadik harmadból. Vitos viszi be. Vitos lő. Felpattan a blokkról. És úgy tűnik, hogy a döntő, miközben egy kapuvas, a döntő első mérkőzését behúzza a Gyergyó. És most egészül ki a hazai csapat, visszajön Farkas. Onodi. Marad a Szeredánál. Nicsu megint. Nem tudta kihozni a gyergyói csapat. Lövés éles szögből. Nem talál célt. És ezzel a Fox jöhet. Balázs. Ott marad a korong. Ott csak György Csilla jött. Távoli próbálkozás, Nicsu kapja el a lepkéssel. Jó passz, Máté. Máté verekedte át magát szó szerint. Marad.
pedig felpattan. Tilos felszabadítás, 3 perc, 20 másodperc még. Ebből a mérkőzésből teljesen jó találkozó volt. Itt a harmadik harmadban egy picit beárnyékolta Hackó Szabó Zsuzsánna sérülése. A meccset. Jobb lövés a hazai csapattól. De tisztességesen helyt a mérkőzést. Bő 2,5 perc még Máté Blanka tovább. Kiállítás. Gyergyói ember előnnyel zárul. A mai összecsapás. Onodi kap 2 percet. Vitos hozta el a korongot, de bent tartja a Fox. Ismét egy kiállítás a vendégeknél. Vitos volt túlságosan vehemens. Kettős előnyben a Gyergyó. 2 perc, 19 másodperc a mérkőzésből. Na lássuk az 5-3-at. Nincs meg az 5. gól. Máté. Újabb lövés. Kurkó egyelőre állja a sarat. Máté Blanka megint. Kiteszi lövésre. Máté kapná vissza. Próbálja meglőni az 5. gólját. Fox Hockey. Máté kapta volna vissza. Bent tartja a Gyergyó. Bálint, Kurkóról kipattan, most szabadíthatnak fel a vendégek. Jó a blokk. Elkezdődik a mérkőzés utolsó perce. Kurkó véd nagyot. Tartotta a lelket a csapatában. 57 másodperc múlva ér véget a mérkőzés. 18 másodpercig van még ebből kettős ember hátrányban a sportklub. Utána pedig egy sima hátrány a vendégcsapatnál. Újabb kiállítás lesz a Szeredánál, az iménti ütközés nyomán. Lövőhelyzet, Kurkóvéd. Egyik kiállítás lejárt, és egy kis nézeteltérés. Rácz jön ki, hogy 18 másodpercig még kettős előnyben a Gyergyó, 37 másodperc van egyébként a mérkőzésből.
megszerzi a korongot a Fox. Jó passz. Blokkolják ezt a lövést. Hatalmas kavarodás a kapu előtt. Újabb lövés. Nem sikerül bekotorni, ott pedig megint közbefütyül a játékvezető. Elképesztő csapkodások a kapu előtt. Ennek eredménye egy páros kiállítás, Bende Júlia hazai oldalról, és Onodi a Csiki együttesből. 17 másodperc van még, nagyon nehezen telt itt a vége. Lesz egy kiállítás Gyergyói oldalon még? Nem. De hát eléggé későn. Egy másodperccel a vége előtt. Egy másodperccel a vége előtt a Gyergyótól. Balázs Henrietta jut a kiállítás sorsára. A Gyergyó pedig megnyeri a bajnoki döntő első mérkőzését 4-1-re. Olyan találkozó volt, ahol dominált a hazai csapat, de rendkívül tisztességesen helytálltak a csíki lányok. Ez volt a mai meccs története. Köszönöm szépen Rokai Attila kollégámnak a közreműködést, önöknek, hogy itt voltak. Holnap itt a Gyergyói Jégcsarnokban, ne feledjék, Gyergyói HK Ferencváros mérkőzés. Mindenkinek szép estét, jó éjszakát, viszontlátásra, viszonthallásra.